március első napjaiban több fajra is tilalom van. Melyek ezek? A március az egy viszonylag szerény és nehéz hónap a horgászoknak, hiszen minden ragadozó fajra tilalom van a harcsát kivéve, amelyre viszont nem nagyon jellemző még ilyenkor a táplálkozási kedv, ezért nem is igen szoktunk rá horgászni. Békés halakra, keszekfélékre, kárászra és pontyra számíthatnak a horgászok, de ez is csak akkor igaz, amennyiben március elejétől felmelegedik az idő, és ezzel együtt a vízhőfoka is emelkedik, és ebben az emelkedő hőfokú vízben, ami a 8-10 fok körül már elindulnak a békés halak és táplálkoznak. Ilyen időben, ami most van, is lehet kapást elérni és halat fogni, de nagyon-nagyon kell ismerni azokat a helyeket, ahol a halak még összebandázva a téli álmukat, szendergésüket végzik. Igazából még én úgy gondolom, hogy nem tipikus a táplálkozás a halaknál. Milyen felszerelés alkalmas ilyen időben a horgászatra, a békés halak horgászatára? A békés halak horgászata minden időben, de ebben a hideg vízben mindenképpen csak a legfinomabb szerelékekkel javasolt, mint a zsinór átmérő, mint a horog méret a legfinomabb felszerelést igényel. Nyilván botban és orsóban mindenki az ízlésének megfelelőt választ, de hát annak viszont igazodnia kell a zsinór vastagságához. Az úszós felszerelésekben a nagyon könnyű 2-3 grammos úszókat érdemes használni, illetve a fenekező módszereknél a leghatékonyabb ilyenkor a feeder technika, de hát ezt minden horgász maga kell, hogy eldöntse. Etetőanyagban nyilvánvaló, hogy az egész téli éhínség után, idézőjes éhínség után, a halak a fehérjedús táplálékot fogják keresni, tehát nyilvánvaló, hogy a csontkukac, a szúnyoglárva és a giliszta lehet az elsődleges csali, bár láttunk már olyat is, hogy márciusban a gondyok azonnal kukoricából kezdtek táplálkozni, próbálkozni kell.